Ezekben a napokban, amikor a koronavírus járványveszély miatt szünetelnek a szentmisék, az egyházközségi alkalmak, plébániai hittanok, felnőtt csoportok, bibliakörök, az egyház arra gondoltunk, hogy minden nap egy rövid katekézissel szeretnénk kis lelki táplálékkal segíteni a ránk bízottakat. Ezen tanítások első alkalmával most néhány lelki gondolatot szeretnék megfogalmazni, éppen erre a járványtól megváltozott időszakra vonatkozóan. Nagyon sokan fogalmaztak meg az elmúlt napokban, hetekben bátorító és mély lelki gondolatokat ezzel a helyzettel kapcsolatban. Ezeket örömmel olvashatjuk az interneten számomra is nagy örömet okozott, például Varga László püspök atya írása, vagy Puskás Attila teológus professzor a gondolatai. Én most egy Rómában élő szerzetes barátomnak, Mauro Giuseppe Lepori, ciszterci generális apátnak a levele alapján szeretnék megfogalmazni néhány lelki gondolatot. Mindjárt föltesszük magunknak azt a kérdést, hogy mire hív minket keresztényeket ez a különös helyzet, amit a világban terjedő járvány okozott ránk kényszerített. Az első fő feladatunk minden ilyen szenvedéssel, kihívással, megpróbáltatással teli helyzetben, hogy valamiképpen értelmet adjunk annak, amin nem tudunk változtatni. Hogy ne csak túléljük, átvészeljük ezt az időszakot, hanem valóban megéljünk és növekedjünk abban, amire Isten meghívott minket ebben az időszakban azt mindjárt megállapíthatjuk, hogy eléggé drasztikusan meglettünk állítva az élet rohanásában. Ezt én is mint pap tapasztalom, hogy kezd kirülni a naptáram, az összes ilyen előre betervezett alkalmat le kellett mondani. És valóban valószínű, hogy sokan vagyunk így. Az Isten egyfajta megállást kér tőlünk ebben az időszakban, és talán azért kér ilyen módon, mert a mai ember nagyon nehezen áll meg magától még néha a vakációban is alig tudunk megállni. Tavaly tapasztaltam ezt egy baleset következtében, kellett leállnom a nyári időszakban, és akkor is olyan nehéz volt ezt a leállást teljesen megvalósítani. A megállásunk, a lelassításunk először is arra hív, hogy jobban vegyünk részt a jelen pillanatban, éljük meg azt a pillanatot, amit Isten éppen ajándékoz nekünk. Talán az ősbűnnek a következtében vagyunk így, de állandóan megkísért minket, hogy vagy a múlton rágódjunk, ami már nincsen, vagy pedig a jövőbeli terveinket szövegessük, állandóan a jövő felé fordulva éljünk, ami még nincsen, és ráadásul nem is tudjuk, hogy lesz-e, vagy hogy milyen lesz. Ebben a bizonytalanságokkal teli időszakban nem tudjuk, hogy meddig fog ez tartani, milyen gyors vagy lassú ennek az időszaknak ebben a járványban a lefolyása. Különösen is meg vagyunk hívva arra, hogy éljük a jelent. A megállással kapcsolatban a napokban sikerült egy kicsit mozgásra is időt szakítanom, és bicikliztem itt a börzsöny dombjai között. Jó ezt megtapasztalni, hogy amikor lassítok, szeretek lendületesen is tekerni, amikor lassítok, akkor észre tudom venni a fákon a kivontakozó rügyet, meg tudom hallani a madarak hangját, észreveszem a kis nyíló virágokat, sok mindenre kinyílik a szemem, a fülem, a szívem. Valahogy erre hív minket Isten, hogy nyissuk meg az ő jelenlétére, egymás jelenlétére, a valóságra, a jelen pillanatban a szívünket még jobban. Mint hogyha Isten a mostani körülmények között a 46. Zsoltárnak a szavaival szólna hozzánk. Ezt olvassuk ebben a Zsoltárban, álljatok meg és lássátok, hogy én vagyok az Isten magasztalni fognak engem a nemzetek, magasztalni fog a Föld, velünk van a seregek ura, Jákob Istene, ami menedékünk. Álljatok meg és lássátok, hogy én vagyok az Isten. Az Isten azért szeretne megállítani minket, hogy észrevegyük őt, hogy a jelenlétében megálljunk. Nyilván Isten nem úgy állít meg minket, akkor is, hogyha a körülmények ilyen kényszerrel nehezednek ránk, Isten nem úgy állít meg minket, mint egy rendőr, aki mondjuk egy bűnözőt üldözés megállít, hanem ő szeretetben szeretne megállásra késztetni bennünket. Isten előtt úgy kéne megállnunk, mint ahogy megállunk, amikor valaki nagyon szeretett személlyel találkozunk, észreveszünk valakit, megállunk, hogy vele legyünk, hogy beszélgessünk vele. Vagy úgy kellene megállnunk Isten előtt, ahogyan megállunk egy újszülött csecsemő előtt, nézve őt csendben, vagy ahogyan meg tudunk állni egy nap előtt, vagy megállunk, amikor egy nagyon szép művészeti alkotásra rácsodálkozunk. Ezzel az elcsendesedő, rácsodálkozó, nyitott szívvel kellene megállnunk Isten előtt, mert találkozni akar velünk ebben az új kialakult helyzetben is nap mint nap. Szeretné, ha rácsodálkoznánk a jelenlétére, az ő szeretetére. És ahhoz, hogy ez a találkozás létrejöhessen, át kell alakítani a gondolkodásunkat, és amit kényszerből élnénk meg, azt szabadon kellene megélnünk, szeretetből kellene megélnünk. Amit ránk kényszerítenek, azt nekünk választani kellene, abban a szeretetben, hogy Istennel találkozhatunk. Mauro Giuseppe Lepori így ír a levelében, ez a szabadság nem azt jelenti, hogy mindig azt választjuk, amit mi akarunk. A szabadság az a kegyelem, hogy képesek vagyunk azt választani, ami teljességgel tölti el a szívünket. Még akkor is, ha mindent elvesznek tőlünk. Még ha a szabadságunkat veszik is el tőlünk, Isten jelenléte mindig megőrzi, nekünk ajándékozza azt a legfőbb szabadságot, hogy megállhatunk előtte, hogy fölismerhetjük az ő jelenlétét és barátságát. A vértanúk és a szentek mind erről tesznek tanúságot. A szabadon, szeretetből akkor fogunk megállni, ha folyton keressük és fölismerjük Isten jelenlétét, a találkozást vele. Most ebben az időszakban, amikor fájdalommal látjuk a ránk bízott hívők, testvéreink arcán a csodálkozást, hogy korlátozva van a szentségi találkozás, a szentmiséket nem lehet nyilvánosan megtartani, mintha arra lennénk meghívva, minnyájan, hogy Istennek az összes többi jelenlétét még komolyabban vegyük jelenlétét a szentírás szavaiban, jelenlétét az imádságban, a kölcsönös szeretetben, a családunkban, vagy azokkal is, akikkel most csak a virtuális világon keresztül tudjuk élni a kapcsolatokat, hogy észrevegyük őt a legkisebbekben, a szenvedőkben. A Ciszterci generális apát, akinek a gondolataiból merítek, a helyzet kapcsán nagyon szépen elmélkedik arról a jelenetről, amikor a tanítványok a kenyérszaporítás után a csónakban ülnek, és a viharban, viharos tengeren ellenszélben próbálnak előre jutni és evezni. És Jézus a vilen járva közelít hozzájuk, bátorítja őket, és ahogy fölismerik, partot érnek. Így ír erről. Ez a világjárvány minden velejáró következményével együtt mindenki számára a lehetőség arra, hogy valóban megálljunk. Nem csak azért, mert rákényszerültünk, hanem mert az Úr hív minket, hogy álljunk meg, álljunk meg előtte, és ismerjük föl Őt. Ismerjük föl, hogy Ő közeledik hozzánk, éppen most, a körülmények és félelmeink viharának közepette. Azért jön, hogy új baráti kapcsolatra hívjon meg minket önmagával, Ő, aki gond nélkül képes megállítani ezt a világjárványt, ahogyan a tavon is lett tudta csendesíteni a vihart mielőtt azonban barát jelenlétének ajándékát megújítja, amely legyőzi a félelmemteli döngeségünket, azt mondja, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Szeretne elvezetni minket végső rendeltetésünkhöz, a létünk valódi értelméhez, önmagához, aki velünk marad és velünk járja ezt az utat, ezek között a körülmények között is. Amellett tehát, hogy ezt a megállást kellene szabadon és szeretetből megélnünk, gyakorolnunk és megújítanunk az Istennel való találkozásunkat, amellett még két másik értelmet, feladatot fedezhetünk föl ebben a helyzetben. Az egyik, hogy ez az időszak meghív minket arra, hogy még érzékenyebb legyen a szívünk mások szenvedésére. Az a megpróbáltatás, ami minket ér, egy szenvedés. Vagy megkeményíti a szívünket, vagy érzékenyebbé tesz, vagy még közömbösebbekké válunk, vagy egyre inkább együttérzőkké. Jézus a vele való barátság megújítása által, és azáltal, hogy fölismerjük az ő közelségét, megnyit minket erre a másokra is odafigyelő szeretetre. Ezt olvassuk ennek az Apátnak a levelében: előbb vagy utóbb minden megpróbáltatás véget ér de ha szeretettel éljük meg, akkor a seb, amelyet a próbatétel életünkön nyitva marad, ahogyan a föltámadott testén is, mint az együttérzés folyamatosan áradó forrása. Érdemes ezt gyakorolnunk, a hozzánk közel lévők szenvedését látva, és a világban bárhol távolabb élők szenvedését látva. És egy harmadik szempontként megjegyezhetjük, mint egy értelmet adva ennek a helyzetnek, ami mi kereszti, fakadó feladatunk között az imádságnak a szolgálatát. Minnyáján a királyi papságunkból fakadóan közvetítők lettünk Isten és az emberek között, az emberiség között. Jézus a búcsú beszédében megígérte nekünk, hogy bármit kérünk az atyától az ő nevében, megadja nekünk. Ez lett a mi kiválasztottságunk, hivatásunk a keresztségünktől fogva, hogy a mennyei atya meg akarja különösen is hallgatni a kéréseinket, mint gyermekei kérését. Újra csak idézek Mauro Giuseppe Lepori leveléből, ennek a legsürgősebb feladatunknak a tudatosítása, hogy mindenkiért imádkozzunk, általános felelősséget kellene ébreszem bennünk a hitünkért és az imádságért, amit az egyház is ránk bíz. Jobban, mint valaha, tudatában kell lennünk annak, hogy nem mondhatunk el imádságot, nem végezhetünk el riturgiát anélkül, hogy ne éreznénk magukat egyesítve Krisztus egész testével, az egyházzal, mindent megkeresztelt ember közösségével, amely át akarja ölelni az egész emberiséget. Ez az imádság nem csak mások szolgálatára van, hanem közöttünk is megerősíti az egységet a fizikai távolságok ellenére, minnyájunkat elmélyít annak tudatában, hogy Krisztus titokzatos testének az egyháznak vagyunk tagjai. Az imádság összeköt bennünket. Együtt tart minket ezekben az időben is és szolgálat azok felé, akik talán maguktól még nem tudnak imádkozni.